hazai bióbor termelésnek a nehézségei és a pozitív lehetőségei eléggé árnyaltak. Magyarországon azt gondolom, hogy jelen pillanatban a vásárlói oldalról ez egy teljesen semleges információ és megjelölés a borvásárlók számára. Nem tudatosul igazán az, hogy mit jelent igazán egyrészt az, hogy bio, hogy ez nem azonos azzal, hogy nincs növényvédelem, hogy a növényeket nem akarjuk megvédni esetleg a betegségtől, hogy ez nem valami szemfényvesztés, ez nem marketing. Külföldön egészen más, külföldön ez az üzenet nagyon-nagyon magas rangú, a hitelességnek ez az alapja. Tehát igazán ott tudják, hogy a biót, azt vásárolni, fogyasztani, az egyrészt sokkal egészségesebb. Aki mondjuk biotáplálkozást folytat, vagy tud folytatni, hát annak nem nagyon van szüksége táplálkozás kiegészítőkre, vitaminokra, egyebekre, hanem a táplálékban minden benne van. Most a bornál ez pedig szintén egy óriási különbség, egy hatalmas minőségi objektív lépés. Mégis összegzésben Magyarországon ez jelen pillanatban csiráiban mutatkozik csak a kereslet. Külföldön, Európában és Amerikában is kifejezetten erős a kereslet a biotermékek és a bioborirány. Thank you.